ünnepélyes keretek között írták alá az MNT első ösztöndíj szerződéseit Szabadkán. A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjára azok az első éves egyetemi és főiskolai hallgatók jelentkezhettek, akik valamely szerbiai állami alapítású oktatási intézményben kezdik meg tanulmányaikat a 2011-2012-es tanévben. 436 sikeresen pályázó írhatta alá ösztöndíj szerződését, közülük többen az ünnepi műsor keretében. Nekem már korábban is természetesen az volt a célom, hogy mindenféleképpen a szülőföldemen szeretnék érvényesülni, és ez az ösztöndíj még csak hozzájárul ahhoz, hogy tanulmányomat zökkenőmentesen folytathassam az egyetemen. Az ösztöndíj segíteni fog, hogy tovább tanuljanak, mivel szerény körülmények között élek. Az ösztöndíj nagyon sokat segít, mert Belgrád nagyon drága város, és könnyebben fog futni a pénz mindent. Az ösztöndíjak havi összege nettó 120, 130, 140 vagy 150 eurodinár ellenértéke. Az MNT a tanév folyamán októbertől kezdődően 10 hónapon keresztül folyósítja. A legtöbb, amit adni lehet, az az, hogy a tanulást és az oktatást segítsük. Mert hiszen az egyes nemzetrészek megmaradása attól függ, hogy lesz-e olyan értelmiségük, akik egyfelől hűségesek a szülőföldhöz, soha nem felejtik el, hogy honnan jöttek, és kikhez van küldetésük. Másfelől viszont olyan szellemi felvértezettségük van, hogy az utódállamokban, vagy bárhol Európában, vagy a nagyvilágban meg tudják állni a helyüket. A Magyar Nemzeti Tanács az ösztöndíjprogram mellett más módokon is támogatja a vajdasági magyar fiatalok továbbtanulását. Egyebek mellett szerb nyelvi felkészítőre és úgynevezett demonstrátori ösztöndíjra is jelentkezhetnek az érintettek. Vajdasági magyarság egyenrangúsága, társadalmi helyzete, megmaradása és jövője ezer éves szülőföldjén elsősorban közösségünk képzettségétől, iskolázottságától, tudásától függ. Amennyiben nem tudjuk ledolgozni jelenlegi képzettségi, iskolázottsági lemaradásunkat, tartósan a társadalom peremére szorulunk, napszámossá válunk szülőföldünkön. Beszédében az MNT elnöke kijelentette, az ösztöndíjprogramot a következő tanévben is folytatni kívánják, és a tervek között szerepel a támogatott diákok számának növelése is. A végső cél, mint mondta, az, hogy a vajdasági magyarság a legképzettebb rétegét képezze Szerbiának. Október 1-én elkezdődött a népszámlálás Szerbiában. A népszámlálók az iránt is érdeklődnek, hogy milyen közlekedési eszközzel járunk dolgozni. A biztosok a lakosok számítógépes tudásával kapcsolatban is tesznek fel kérdéseket. Az az ember áll két lábbal a földön, az az ember áll igazából teljesen kiteljesedve, aki megvallja az identitását. Azok tudnak úgymond kiteljesedve állni a világban, akik merik ezt vállalni, hiszen mindazon esetben, amikor nem merjük akár adott esetben a családi vagy egyéb bármilyen más identitásunkat fölvállalni, azzal frusztráltakká válunk, zavarossakká válunk. A népszámlálók többek között arra is választ keresnek, hogy a beszélgetés előtti héten a lakosok végeztek el legalább egy óránál tartó fizetett munkát, illetve tevékenykedtek-e bérmentesen a háztartásban, vagy a családi gazdaságban. A vajdasági magyar kisebbség szempontjából a magyarság vállalása az, ami legfontosabb, ami a legnagyobb feladat. Ezt két okból tartom nagyon fontosnak. Egyrészt azért, hogy igen, mondjuk a hagyományainkra, ami alapvető, és amit az életvitelével a magyar kisebbség egyébként is megvalósít, remélhetőleg. A másik pedig a prospektivitás, a jövő. A magyarság vállalása a népszámlálás kapcsán azt jelenti, hogy igent mondunk arra, hogy ebben a térségben a magyar kultúra megmaradjon. A népszámlálók összesen 71 kérdést tesznek fel a lakosoknak. Ezek közül 45 magukra, a polgárokra vonatkozik, 26 a háztartásokra, a lakásokra, illetve a tulajdonukban lévő mezőgazdasági felszerelésre és az esetleges agrártevékenységekre. 54 vajdasági magyar tette le az állampolgársági esküt Szabadkán. Az állampolgárság és a szavazati jog egymástól elválaszthatatlanok, jelentette ki Szabadkán a magyar miniszterelnök helyettes. Dr. Semjén Zsolt elmondta, minden nemzetnek, így a magyarnak is az a küldetése, hogy megőrizze azt az alapvető gazdagságot, amit ősei hagyományoztak rá. A nyelvét, a kultúráját, a történelmét. Ez egy olyan érték, amit egyes egyedül csak mi, magyarok adhatunk az egyetemes emberiségnek, tette hozzá a politikus. Ezáltal a nemzetegyesítés által lehetőség nyílik arra, hogy a magyar nemzet, ami mindig is egy volt nyelvében, kultúrájában és történelmi sorsközösségében, az most közjogi értelemben is egyesülhessen.
És ez nem pusztán csak egy közjogi tény, hanem azt gondolom, hogy ez egy olyan lelki erőt ad a határon túli magyarság tekintetében is, meg az anyaországban is, ami a nemzetjövőjének a biztosítéka. A szabadkai magyar főkonzulátuson folyamatosak az eskütételek. Korsós Tamás főkonzul ünnepi köszöntőjében kiemelte, fontos az emberekben tudatosítani, mit is jelent egy nemzethez tartozni. 50 főt tudunk egyszer esketni, a terem erre alkalmas, és az utóbbi időszakban most már napi 2 eskütételt tartunk, hiszen beindultak folyamatosan, ahogy ezt korábban is már azért igyekeztem elmondani, az okiratok érkeznek, mindenki, aki eddig úgy gondolja, hogy csúszott az eljárás, akkor kérjük szíves türelmüket, ennyi a kapacitásunk, tehát egy napi 100 főt tudunk durván esketni. Az ünnepélyes eseményen hangzott el, hogy a határon túli magyarság szavazati jogára vonatkozó törvényt idén ősszel fogadja el a Magyarországgyűlés. 43. alkalommal ünnepeltek szüreti napokat Hajdújáráson. A vendégek a hajdújárási szüreti rendezvényen 3 napon át kóstolhatták a frissen préselt alma és szőlőlét, a főzőversenyen díjazott bográcsos ételeit, de volt terménykiállítás és motoros találkozó, illetve ügyességi játékokat tartottak a gyerekeknek, és környezetvédelmi előadáson is részt vehettek az érdeklődők. Hatalmas munkát jelent, és ez nem egy egyemberes munka, hanem itt egy egész csapat. Azt mondanám, hogy a falunak egy jó része részt vesz ebben a munkában. Akkor látni igazán jól, amikor lezajlik ez a születinapok, és akkor mindig a összegzésként szoktunk tartani egy ilyen vacsorát azoknak az embereknek, akik besegítenek, és akkor azért 100 személy alatt sosem nem szoktak lenni. Az idei év ugyan nem bővelkedett csapadékban, a termelők mégsem panaszkodnak a termés minőségét és mennyiségét illetően. Én hiszem azt, hogy akik az idén is kilátogatnak hajdújárásra, és meglássák ezt a sok szép terméket, amit ki van állítva, ez hűfen tudja tükrözni ennek az észak-vajdasági homokvidéknek, úgy hívják, hogy homokháti résznek, a termékeknek a minőségét. A szüreti napok rendezvénysorozatából nem maradhatott ki a birkapaprikás bográcsosban, a rostis sültek és a hangulatfokozó zenés mulatságok sem. Hétfőn tartották a magyar tannyelvű tanítóképzőkar ünnepélyes tanévnyitóját. A megnyitón bemutatkoztak a tanárok, majd a Széchenyi István általános iskola diákjai ünnepi műsorral kedveskedtek az újdonsült főiskolásoknak. Tanévnyitón összesen 31 tanítót és 24 óvópedagógust, leendő óvópedagógust fogadtunk. Ünnepélyes keretek között, ahogy szoktuk, és esküdtettek arra, hogy a feladataikat elvégzik, hogy az intézményüket tisztelik, annak szabályait, és hogy amit megtanulnak, azt az oktatás javára fordítják majd. A felvételt nyert diákok hivatásként tekintenek a tanári és óvópedagógusi szakmákra. Fontosnak tartják, hogy példát mutassanak a jövő generációjának. Nagyon sok helyen láttam azt, hogy mennyire fontos az, hogy egy tanító vagy egy tanár hogyan adja elő azt az óráját, és én szeretnék ugyanígy egy jó tanító lenni, vagy egy óvó bácsi, aki tudja irányítani a gyerekeket, hogy jó szakmát válasszanak, és hogy legyen belőlük valami. Sok diák részesül az MNT ösztöndíjában, ezzel is ösztönözve őket a jó tanulmányi eredmények elérésére. A magyar kanizsai óvodásokkal is, a zenedésekkel találkozott a polgármester. A polgármester elsőként a Gyöngyszemenk iskoláskor előtti intézmény központi épületét kereste fel, ahol megtekintette a teljesen felújított vizes gócot. Az önkormányzat 1.300.000 dinárral, más támogatók pedig építőanyaggal segítették a beruházást. Horgoson, a napraforgó óvodában elkészültek az világítótestek, azokat cseréltük ki, amelynek az értéke 300.000 dinár körül volt. A másik nyári beruházás a kanizsai központi épületben, a Gyöngyszemenkben történt. Teljes mértékben felújítottuk a gyermekek örömére a gyermekmosdót. Ezt követően a polgármester fogadást adott a városházán a helyi alapfokú zeneiskola legsikeresebb diákjai és felkészítő tanáraik tiszteletére. 21 nagyszerű diákot köszönthetek, csak úgy, mint felkészítő tanárok. Ezek a diákok a bel- és külföldi versenyeken egyaránt sikeresen szerepeltek, sikerük pedig köszönhető saját szorgalmuknak, kitartásuknak és tanáraik útmutatásainak munkájának.
Október 1-én az iskola napján, ami egyben a zene világnapja is, a zeneiskolások ünnepi koncertet adtak, amelyen felléptek a Nagykanizsai Testvériskola növendékei is. A VMS megdöbbenéssel vette tudomásul, hogy a köztársasági elnök aláírta a vagyonvisszaszármazhatási és kárpótlási törvényt. A VMS elnöke a múlt héten nyílt levélben kérte a köztársasági elnököt, hogy ne írja alá a vagyonvisszaszármaztatásról és a kárpótlásról szóló törvényt, illetve utalja azt vissza a képviselőháznak újra tárgyalásra. Boris Tadić viszont aláírta a jogszabályt, amely csütörtökön hatályba lép. Ez nem csak jogszabályi problémát jelent, hanem értékrendbeli problémát is. Fájdalmasan vesszük tudomásul azt, hogy azok, akikben a partnereket láttuk, így viszonyulnak hozzánk, olyan szabályokat foganatosítanak és tesznek a jogrend részévé, amelyről meggyőződésünk volt, hogy soha többet Szerbiában nem fog jogerőre lépni. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöksége megbízta a párt parlamenti képviselőit, hogy kezdeményezzék az Alkotmánybíróságnál a kollektív bűnösség elvét megerősítő jogszabályi rendelkezés alkotmányossági felülvizsgálatát és hatályon kívül helyezését. A következő hetek folyamán be fogjuk nyújtani ezt a kezdeményezést az Alkotmánybíróságnak. Az Alkotmánybíróság először arról fog dönteni, hogy napirendre tűzi-e majd ezt a kezdeményezést, és érdemben foglalkozik-e ennek a törvény szakasznak az alkotmányossági felülvizsgálatával, és azt gondolom, hogy túl gyorsan nem várhatunk döntést az Alkotmánybíróságtól. A párt elnöke szerint, ha a törvény hatályban marad, Szerbia elesik az EU-s tagjelöltségtől. A kollektív bűnösség elve ugyanis a vajdasági magyarság arculcsapása és az Európai Unió erkölcsi és jogi alapjait jelentő rendszer megcsúfolása, fogalmaz Pásztor István. Az 1944-es és 45-ös vajdasági eseményekkel foglalkoztak egy nemzetközi konferencián Budapesten. A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézet által szervezett tanácskozáson vajdasági magyar és szerb kutatók is részt vettek. Mezei Zsuzsanna, a Vajdasági Levéltár munkatársa kiemelte, hogy a magyar közvélemény csak a sajtóból tájékozódhat a témáról, mivel az eseményeket eddig kihagyták a történelemkönyvekből. Ezt a témát kutatni kell, teljes egészében fel kell fedni, hogy nyilvánosságra hozni az adatokat a persze kutatás végén, hogy ezt örök időre tisztázzuk ezeket a problémákat, és ne függjön állandóan a levegőbe, tehát megkezdődjen újból az együttélés a nemzetek közötti fajdaságban. A szerbiai levéltárakban sok anyag található, amely az adott időszakkal foglalkozik. A munkát nehezíti a pénzeszközök hiánya. Egy éve kutathatóvá vált a népvédelmi osztály, az OZNA dokumentációja is. Pénz nélkül nem nagyon lehet kutatni, hobbiszerűen ezt nem lehet űzni. Itt emberek kellenek, sok ember, sok óra, eltöltött óra a levéltárakban. Körülbelül 10 000 folyóméter anyag van, mert elkészítettük már a fondjegyzéket, amelyek ezzel az időszakkal foglalkoznak, és összesen kb. 10 000 folyóméter anyagot kellene átnéznünk, hogy teljes képet kapjunk erről a korszakról. Az eddig megvizsgált levéltári és helytörténeti adatok alapján 10 000 magyart végeztek ki. A névsor azonban a kutatómunka előre haladtával folyamatosan bővül. Kishegyes községben elkezdődött az utak télelőtti javítása, krátyúzása. Bács-Fekete-hegyen és Szikicsen a legforgalmasabb részeken, a temetők és a főutcák környékén javítják az aszfaltot. A pénzi eszközök nem is lesznek elegek, minden utcába jelüljünk, de hát a legforgalmasabb helyeket, iskola, temető környéke és a főutca környékét ezt megpróbáljuk maximálisan kijavítani. Kishegyesen az elmúlt 3 évben mintegy 7 km hosszúságú utat aszfaltoztak ki. Kishegyesen pedig hát a nagyon számos aszfaltozatlan utca, sáros utcából, hát most 2,5 km hosszan lesznek utcák lekövezve. Ott is a helyi közösségnek a végrehajtó bizottsága döntése alapján a legkritikusabb, a legsárosabb utcákat vettük. Még szüksége lenne, mondhatatlan, még ennyire, de egyelőre ennyire futottam. Ezekre a munkálatokra az önkormányzat 3 millió dinárt biztosított. Nem történhet meg, hogy két különböző népszámlálóbiztos is felírja a polgárok adatait.
Értesülések szerint a népszámláló biztosok a személyre szóló, valamint a háztartásra vonatkozó kérdések mellett más, a család tulajdonában lévő eszközök iránt is érdeklődtek. Eddig a Városi Népszámláló Bizottsághoz nem érkezett ilyen panasz. A Magyar Nemzeti Tanácshoz sem jutott el ezzel kapcsolatban semmilyen információ. Igazán magyarként a szülőföldön akkor tudunk boldogulni és úgy élni, ahogyan szeretnénk, és hogy megvallhassuk magyarságunkat, ha most is nyilvánosan föl tudjuk vállalni azt, hogy mi magyarok vagyunk. Egyes bejelentések szerint az adatgyűjtők csak ceruzával hajlandók kitölteni az űrlapot, míg több magyar nemzetiségű polgár arra panaszkodott, hogy az űrlapra nem akarják beírni a nemzetiségi hovatartozásra adott válaszukat. Ilyenkor, amikor az állam szólít meg bennünket hivatalos formába, különösen jelentős az, hogy vállaljuk magyarságunkat megmaradásunkért, gyermekeinkért, jövőnkért. És ezt nem tartom olcsó politikai szlogennek, hanem fontos, lényeges gesztusnak. Szerbiában a népszámláló biztosok mintegy 1,5 millió személyi adatait vették fel az első két nap alatt. Ez a legutóbbi 2002-es népszámlálási adatok szerint a lakosság közel 20%-át jelenti. A vagyonvisszaszármaztatási és kárpótlási törvény nem vesz figyelembe két alapvető dolgot. A vagyon visszaszármaztatásból a törvény szerint kizárják a megszálló erők kötelékeiben katonai szolgálatot teljesítőket és azok örököseit, függetlenül attól, hogy az illető harcolt-e vagy sem a megszállás alatt. Az Európai Uniós jognak viszont igen fontos eleme az egyéni felelősség elve, ezért a vagyon visszaszármaztatási törvény gátja lehet a csatlakozási folyamatnak. A bűn az egyedi, individuális, individuálisan értékelendő, individuálisan ítélendő, individuálisan ítélendő el, és következményeit tekintve is egyénre szabottan kell működnie. Megengedhetetlen, hogy a 21. század Európájában embercsoportok bűnökre való tekintet nélkül záródjanak ki, zárassanak ki jogok élvezéséből. A törvény elfogadása után a politikusok egyetlen eszköze az, hogy az alkotmánybírósághoz fordulnak. A független szervnek ugyanis jogában áll alkotmányossági szempontból felülvizsgálni minden törvényt. Tekintettel arra, hogy a szerb alkotmány is tartalmaz diszkriminációra, pontosabban a diszkrimináció tilalmára vonatkozó rendelkezéseket, így egy esélyes kérdésről van szó. Máslapra tartozik az, hogy egyrészt pessimisták vagyunk, másrészt azt is tudjuk, hogy sok ezres ügyhátraléka van a szerb alkotmánybíróságnak, és a gyakorlati realitások tekintetében is távol vagyunk még attól a pillanattól, amikor majd megtudjuk az alkotmánybíróság válaszát. Ha az alkotmánybíróság nem találja diszkriminatívnak a törvényt, és a parlamentben sem jön létre egy olyan egység, amely kezdeményezni a törvény módosítását, a politikusok az Európai Parlament elé vihetik az ügyet. 42 vajdasági fiatal utazhatott Strasbourgba a VMS és a Fidesz jóvoltából. A csoport valamivel több mint két napot töltött Észak-Kelet-Franciaországban, Strasbourgon kívül a legelzászabbnak tartott várost, Kolmárt, valamint a Königsburgi várat is megtekintették. Olyan felkérés volt, hogy a érdeklődők, illetve a jelentkezők írjanak egy rövid szöveget, elképzelést arról, hogy ők hogyan váltják az Európai Uniót. Ezzel összefüggésben természetszerűleg alapvetően az egyik kritérium ennek a 1,5-2 oldalnak a értékelése volt. Az Európai Parlamentben Dajcs Tamás, magyar parlamenti képviselő fogadta a csoportot. Előadását követően az ülésterem karzatáról figyelhették a fiatalok az éppen zajló parlamenti tanácskozást. Tavasszal Dajcs Tamás Szabadkáról látogatott, és akkor betettük fel azt a kérdést, hogy esetleg van-e arra mód és lehetőség, hogy a mi gyerekeink is egy ilyen tanulmányúton részt vegyenek. Képviselő úr azt mondta, hogy igen, és ezt követően gyakorlatilag Kovács Elbír a parlamenti képviselő asszonnyal, kisasszonnyal folytatott kommunikációk után következett vagy kerül sor erre. Az európai parlamenti képviselők évente fejenként 110 látogatót fogadhatnak. Dajcs Tamástól kérdezhettek is a délvidéki fiatalok, illetve elmondhatták véleményüket az Európai Unióról.
Szabadka és Palics is bemutatja befektetési lehetőségeit Münchenben. A háromnapos müncheni rendezvényen Szabadka a zöld és barna mezős beruházási lehetőségeit ismerteti a potenciális befektetőknek. Elsősorban a kisbajmoki ipari zónára hívja fel a figyelmet, ahol már helyet kapott a Dunker Motoren, a Norma csoport és a Continental Contitec vállalat. Ostali deo zemljišta je raspoloživ za sve zainteresovane investitore koji žele i da porazgovaraju ovdje s nama na sajmu i da se upute, znači koji je to proizvod koji mi trenutno nudimo, a nudimo znači zemljište koje je u vlasništvu grada, koji je infrastrukturno opremljeno, znači u prvoj fazi i nudimo kao preduzeće, kao što je već poznato, kompletnu logističku podršku za sve investitore. A müncheni beruházási vásáron a palicsi befektetési lehetőségeket is bemutatják. A tó mellett 19 rendelkezésre álló előkészített parcellát kínálnak fel. Važno je istaći takođe da smo završili plan detaljne regulacije za najveću parcelu od 8,6 hektara, da smo obezbedili kompletnu infrastrukturu, to je kanalizaciju koja je nedavno završena i naravno da smo izmestili Republičku hidrometeorološku stanicu. Upotrebna dozvola je dobijena prošle nedelje, tako da su stvoreni svi preduslovi za tu najveću parcelu gdje treba da se gradi banja u centralnom C-kompleksu po master planu. A szóban forgó palicsi parcellák 50%-a már alkalmas a beruházók fogadására. Az illetékesek remélik, a müncheni vásáron találnak is érdeklődőt a területekre. Bővül a háziápolási szolgálat Magyar Kanizsa községben. Az önkormányzat a szabadkai Karitasszal és a helyi Vöröskereszttel együttműködve az eddigi 60 helyett további 60 rászoruló idős személy házi gondozását vállalta fel. Ezzel a munkával az eddigi 4 helyet most már 9-en foglalkoznak. Ebben az évben sikerült elérnünk azt, hogy a NISZ kőolajipari részvénytársaság jelentős eszközöket adományozott erre a célra. Ez egy 1.610.000 dináros donáció, és ez lehetővé tette azt, hogy kiszélesítsük a tevékenységet. A Magyar Kanizsai Önkormányzat példaértékű támogatást nyújt a programok megvalósításához. Az első naptól kezdve, ahogy eljöttünk, és elkezdtük a tárgyalásokat a Kanizsa önkormányzatával, tehát egy óriási segítőkészséget tapasztaltunk a részükről. Tehát a Vöröskörözt azonnal befogadta a mi kis csapatunkat az ő helyiségeikben. Amikor a projektünk letelt, akkor az önkormányzat pedig adta a szükséges pénzt, hogy a projekt működjön. Az önkormányzat támogatásával szeptember 15-e óta a Népkonyha is működik a községben, amely a szociálisan rászoruló idős emberek mellett 50 szegény sorsú horgosi diáknak biztosít melegételt. A Népkonyhát üzemeltető Vöröskereszt a továbbiakban számít a polgárok támogatására is, elsősorban mezőgazdasági terményeket várnak adományként. Az aradi vértanúkra emlékeztek Eleméren. Eleméren tartotta az aradi vértanúkra történő központi megemlékezést a vajdasági magyarság. A délvidéken a különböző időszakokban másképp emlékezett a magyarság, néha félve, néha büszkén, mondta dr. Korhec Tamás. Az MNT elnöke hangsúlyozta, bár szobrainkat a múltban bezúzhatták, ketrecet, bilincset készíthettek belőle, a nemzettudatunkat nem vehették el. Nem foszthatnak meg bennünket a hitünktől. Hitünktől a nemzet felemelkedésében, hitünktől a megmaradásban, és hitünktől a szabadság és 48 eszméjében. Erről csak mi magunk mondhatunk le. Ne tegyük ezt, tisztelt hölgyeim és uraim, őrizzük meg nemzetünket, őrizzük meg az emlékezetet a hőstábornokokra, a szabadságharc vívmányaira. Éljen a magyar nemzet! Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár azt üzente, Európában nem fogadható el a kollektív bűnösség fogalma, hozzátette. Nem lehet az igazság kimondása, a múlt elismerésének kötelessége alól sem kibújni. Európai elvárás, a békés egymás mellett élés, a nyitottság a másik ember felé, a diszkrimináció tilalma, az alapvető emberi jogok biztosítása. Ebben a kultúrkörben meg kell szűnjenek, nem létezhetnek a kollektív ellenségképek. Mérce az igazságosság, mozgató erő pedig az emberiesség, vagyis a szeretet. 1872-ben az eleméri templomba hozták át Katalin falváról Kis Ernő tábornok hamvait. Sírjánál most politikusok, közéleti személyiségek helyezték el koszorúikat. Az aradi vértanúk emléknapjának előestén Szomborban kegyeleti napot rendeztek.
Neves és névtelen halottainkra emlékeztek Zomborban az aradi gyász nap 162. évfordulójának előestéjén. A kegyelet virágait az 1848-49-es szabadságharc hősi halottainak emlékművénél, a honvéd síroknál, Czedler János honvéd hadnagy sírjánál, nagyjaink és temetetlen halottaink emlékfalánál, valamint Schweider József aradi vértanú és az 1956-os forradalom emléktáblájánál helyezték el. Az ünnepi műsorban a Magyar Polgári Kaszinó elnöke arra kért mindenkit, hogy a folyamatban lévő népszámlálás során vallják meg nemzeti és vallási hovatartozásukat, illetve anyanyelvüket. A múlt idézésnek csak akkor van értelme, ha levonva a történelmi tanulságot, jelent és jövőt építünk az egykor befektetett alapokra. Ünnepi köszöntőjében a VMS elnöke azt mondta, a gyásznap több mint 160 év után is példát mutat hűségből, értékrendvállalásból, áldozatkészségből, önfeláldozásból. Mi továbbra is azt az értékrendet képviseljük, amelyik a modern 20. század végi 21. századi Európa értékrendje, de nem tűrjük, hogy valaki olyan bélyegeket süssön ránk, amikhez nekünk közösségileg, nemzetileg nincsen közünk. A VMS elnöke úgy fogalmazott, jó vajdasági magyarnak lenni, mert most először érezhetjük az anyaország rendíthetetlen támogatását. A kegyeleti nap műsorában több magyar művelődési egyesület is fellépett. A dán a Damjanics János domborműnél tartottak megemlékezést október 6. alkalmából. Csendes, méltóságteljes megemlékezést tartottak a dán a március 15-én felavatott emlékhelynél. Az adai vadvirág hagyományápoló kör alkalmi műsorát követően dr. Zsoldos Ferenc, a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke mondott ünnepi beszédet. Nem csak arról van szó, hogy megemlékezünk, koszorút kirakjuk és emlékezünk a nagyjainkra, hanem nem szabad elfelejtenünk, hogy azokért az eszmékért, ha küzdeni, nem is harcolni, de mindenféleképp úgy kell élni az életünket, hogy ezeket az eszméket továbbra is, hogy magunk előtt lássuk, és ami nagyon fontos, hogy ne érezzük azt, hogy hiába való volt az annak idején, ami október 6-án történt. Az emlékhelynél az emlékezés virágait helyezték el Magyarország belgrádi nagykövetségének, a Magyar Nemzeti Tanácsnak és a VMS helyi szervezetének képviselői. A koszorúzás után a Városháza dísztermében dr. Pejak István, budapesti történész tartott előadást. Úgy gondolom a mai magyar nemzetudat számára, a 19. század nemzetudat számára egy olyan esemény sor, egy olyan vértanúság, amelyre emlékezni kell. És úgy hiszem, hogy az aradi vértanúkról talán mind a mai napi meglehetősen keveset tudunk. Nyilván azért, mert a mártíromság az gyakran elfedi az emberi arcképeket. A megemlékezés a Szent Háromság római katolikus templomban tartott kegyeletadó szentmisével zárult. A Csókai községben mintegy 30 számlálóbiztost alkalmaztak. A népszámlálással vagy a számlálóbiztosok munkájával kapcsolatban az elmúlt 5 napban nem érkezett észrevétel a községi illetékesekhez. A 2002-es adatok alapján a község 13.800 lakosából több mint 7.000 volt a magyar, de félő, hogy most kevesebben lesznek. Nehéz anyagi körülmények, Csóka gazdaságának rossz állapota, elsősorban ez, és sokan külföldre távoztak. Úgy gondolom, hogy több magyar fiatal távozott külföldre, mint más nemzetiségűek. Magyar honfitársaimat szeretném Csóka községben fölhívni, hogy amikor az összeíró megkérdezi, hogy a nemzetiségét illetően vallását, illetve anyanyelvét, akkor készségesen vállalja és válaszoljon, tehát, hogy a magyar nemzetiségűek vagyunk. Egy fiatal, munkanélküli csókai pszichológus 5 nap alatt 83 háztartásból 40-ben befejezte az összeírást. Eddig szerencsére semmiféle negatív tapasztalatom nem volt, mindenhol készséggel válaszoltak, beengedtek, szépen fogadtak a lakók. Készségesen válaszolnak, tehát nekem még nem volt nagyon olyan háztartás, olyan személy, aki nem szeretett volna válaszolni. Persze a 40 háztartásból akadt egy-két személy, de többnyire mindenki válaszol. Észrevételek, panaszok nem érkeztek a község többi településéről sem, így várható, hogy a Csókai községben már október 15-e előtt befejeződhet a népszámlálás. A Magyar Kanizsai nagytemetőben megemlékeztek az aradi vértanúkról.
Az egyházi szertartást főtisztelendő Zapletán Géza Esperes és főtisztelendő Savelin Zoltán katolikus plébános folytatták le, majd Pósa Károly, a Rákóczi Szövetség helyi szervezetének elnöke mondott ünnepi beszédet. A történelmi sorsfordulók során tanúsított emberi kiállást szembeállította a ma történéseivel, árulónak nevezve azokat a magyarul beszélő politikusokat, akik megszavazták a kollektív bűnösséget szentesítő, éppen a magyarság gyásznapján hatályba lépő kárpótlási törvény. Ezzel október 6-án nekünk is lett egy december 5-ig, hangoztatta Pósa Károly. A megemlékezést követően az önkormányzat, a szabadkai magyar főkonzulátus, a magyar nemzeti tanács, a politikai pártok, az intézmények, a társadalmi és civil szervezetek képviselői elhelyezték a kegyelet virágait Mészáros Ignác honvéd százados síremlékén, majd a József Attila könyvtárban részt vettek Mühlhauser Martina koncertjén, aki Cseh Tamás dalaival emlékezett az aradi vértanúkra. Szabadkán a Kisbajmoki ipari zónában hivatalosan is megnyitották a Norma csoport termelési üzemét. Vajdaságban követendő példaként szolgálhat Szabadka a befektető idevonzásában, hangzott el a Norma csoport gyárcsarnokának megnyitóján. A projektet jako važan i kao signal drugim nemačkim kompanijama i zbog toga što je 100% proizvoda Norme grupe koja se proizvode ovde u Subotici namenjeno izvozu, što je sjajno za naš platni bilans. A német cég a Kisbajmoki ipari zónát választotta telephelyéül a kedvező támogatási és infrastruktúrális feltételek, valamint a megfelelő logisztika miatt. Zaista možemo biti zadivljeni rekordnom brzinom kojom je nastao ovaj objekat, kvalitetom ovog objekta, a za nas u gradu svakako da je ovo ostvarenje onoga što smo tempirali kao budući prioritet u razvoju grada. A cég kihasználva a Vámszabad terület előnyeit külföldre, főleg európai piacokra szállítja majd a termékeit. A teljes beruházás összege több mint 11 millió euró. Do sada je uloženo negde oko 8 miliona, trenutno ima 47 zaposlenih. Plan do kraja 2013-te 327 zaposlenih. A Norma csoport szabadkai főként autóalkatrészeket gyártó üzeme a teljes kapacitás kihasználtságot 2015-ben éri el. Akkorra a tervek szerint 350-400 foglalkoztatottja lesz. Néhány napon belül rendeződhet Óbecse vízellátása. Óbecse vízellátásának rendezésére a tartományi nagyberuházási alap 54 millió dinárt hagyott jóvá, az összeg azonban mindeddig nem érkezett meg. Mivel a helyzet sürgető, a település saját eszközeiből végezte el a szükséges munkálatokat. Egy költségvetési átütemezést kellett csinálnunk, illetve egy kiegészítést a költségvetésnek, hogy biztosítsunk eszközöket ennek a útnak, a új útnak a kifúrására. Ez megtörtént, és a napokban fogjuk rákapcsolni a vízellátási rendszerre, úgyhogy valójában a fehér vízzel ellátás az rendezett lesz. Az óbecsei artézi kutak egyikének vizét egyébként néhány napja fogyasztásra alkalmatlanná nyilvánították az illetékes közvállalat szakemberei. A kút ásványi anyagokban gazdag vizét a lakosok előszeretettel fogyasztják. Három kút az rendben, a negyediknél találtak bizonyos fenyeződéseket, hogy mennyire káros ez még az egészségre, ezt nem állapították még meg, tehát kivizsgálás alatt van. A szennyezett vízű artézi kútra figyelmeztető táblát helyeznek el. A víz minőségére eddig nem érkeztek lakossági panaszok, a polgármester ennek ellenére elővigyázatosságra int.